Dicséretben részesült Dániel Sándor, példaértékű munka a maristásoknál, lakossági kérdésekre válaszolt a polgármester, közösségi oldal buktatta le a rablót. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 14-én 18 óra 5 perckor. Dániel Sándor karcagi díjazott, 16 éve választotta hivatásul a tűzoltói pályát. Vele beszélgettünk munkájáról. A katasztrófa védelmi állományban végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként a tűzoltóság napja alkalmából Dániel Sándor címzetes tűzoltó főtörzsőrmestert, dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy dicséretben és jutalomban részesítette. 2005. október elején lettem felvéve tűzoltónak, és akkor kezdtem meg a 4 hónapos alapkiképzésemet. Ezt követően 2006. február elején léptem elsőnek szolgálatba a karcagi B csoport kötelékében. Nem volt azért ennyire egyenes ez az út, hiszen úgy tudom, hogy először szakmájában dolgozott. Igen, lakatosként dolgoztam egy lézerlemez megmunkáló központ mellett, amely eleinte elég érdekesnek, meg vonzónak tűnt számomra, viszont egy idő után úgy éreztem, hogy nagyon unalmas, mert hogy csak a gép dolgozik, én nekem csak a kész munkadarabot kell elvennem tőle, és az újat felrakni. Emellett én sokat tudtam gondolkodni, hogy mit is szeretnék majd csinálni, mert éreztem, hogy ez nyugdíjas koromig ez nem fog nekem menni. És így jutottam odáig, hogy a tűzoltó szakmát érdemes volna megpróbálnom. Úgy tudom, hogy azért nem volt ez olyan egyszerű, hiszen elmondta, hogy mikor került ide a tűzoltóságra, de pont abban az időszakban várni kellett jó sokat. Igen, 3 évet vártam arra, hogy legyen felvétel, és mikor ez a felvétel eljött, akkor felhívtak engem, és akkor megkérdezték, hogy szeretnék-e még lenni tűzoltó, és mondtam, hogy gondolkodás nélkül, hogy igen, szeretnék, és hát nagyon sokan voltunk erre az állásra. 3 napon keresztül volt a válogatás, és hát végül is sikerült. Az emlékezetes legelső tűzesete mi volt? A legelső tűzeset, amire úgy megragadt bennem, megmaradt bennem, az Püspökladánynak voltunk segítségnyújtásban, és egy nádasház teteje égett, az gyulladt ki, viszont átterjedt az egész házra, és újonc tűzoltóként felmentem én is a lángokkal küzdeni. Kapacsal a kezembe, mellettem egy ladányi kollega állt, aki sugárcsővel a kezében oltott, én pedig a törmeléket, meg mindenfélét igazítottam a kapacsal, és a födém egy idő után elkezdett ereszkedni lefele, majd kis idő múlva leszakadt, akkor már a fal tetejére álltunk, hogy ne essünk bele, viszont a mellettem álló kollega az egyik lábával belecsúszott, ő elindult lefele, én meg eldobtam a kapacsot, elkaptam a karját, és visszafelhúztam a falra, és mikor a nagyja füst elült, akkor láttuk, hogy bizony jó, hogy nem esett bele, mert rengeteg törmelék, szeg, törött fa állt össze-vissza lent a mélyben, és biztos, hogy sérülés lett volna belőle. Nem 200 kilós az az autó, amivel vonulnak, és ön mögött még ül 5 ember. Ez az ember vállára egy plusz terhet is ró? Mindenképpen, mert eleve azért, hogyha ha éjszaka is indulunk, nekünk 2 percünk van arra, hogy a jelzőcsengő elhangzása után mi a laktanyát elhagyjuk, és nekünk sofőröknek az az első, hogy hova megyünk, merre induljunk, jobbra vagy balra induljunk.
és nekünk már akkor teljesen képbe kell lennünk ez alatt a 2 perc alatt, még ha álmunkból kelünk fel akkor is, míg a többieknek van egy kis idejük, mi kiérünk a helyszínre. Hogyan tudja letenni a szolgálatot? Tehát amikor hazamegy a gyermekeivel, feleségevel megbeszéli az aznapot? Ha könnyebb napunk van, akkor azt mindenképpen átbeszéljük, viszont hogyha ha tragédia helyszínén vagyunk, azt nem mondom, nem lehet itt hagyni. Tehát az nyomot hagy az emberben. Ha hazamegy, akkor meglátják rajta úgy is, hogy olyan helyszínen voltunk, ami megvisel bennünket. Viszont nyilván gyerekeknek ezeket nem mondom el. A feleségemnek is csak úgy módjával, viszont idebent a kollégákkal átbeszéljük mindig, és tanulunk egymás tapasztalataiból is. Említettem már itt az előbb a gyermekeit, beszéljünk róluk is. Mit kell tudni róluk? 3 gyermekem van, Emese, Kende, Csenge. Emese a legnagyobb lányom, ő a gimnáziumban 1. éves, Kende a református általános iskolába 6-os, és Csenge pedig ugyanitt 5-es. Lát esélyt arra, vagy szeretné, hogyha valamelyik tűzoltó lenne? Hát szerintem büszkeséggel néznék rájuk. Ahogy ismerve az ön feleségét, Katát, ő is ugyanígy biztosítja önnek a nyugodt családi hátteret. Igen. Nagyon nagy segítségemre van sokszor, mikor meghallgat, és tudom azt, hogy ha hazamegyek, akkor ő otthon a nyugalomban van, és nyugalom van. De azért nem mindig van nyugalom, hiszen azért voltunk mi már itt több alkalommal, amikor lépcsőfutó versenyekről érkeztek haza. Volt erre a pandémiás időszakban, volt erre mostanában lehetőség? Sajnos nem, az összes ilyen verseny lemondva van, nem rendezik meg emiatt a pandémiás helyzet miatt, viszont a felkészülés az nem maradhat el, folyamatosan készülünk. Kende fiammal együtt szoktunk sportolni, futunk, és ez mind a kettőnknek jó. Mit kapott a tűzoltóságtól? Azt, amit várt, azt, amit elképzelt, vagy még annál is többet? Én úgy érzem, hogy sokkal többet kaptam a tűzoltóságtól, mint amire számítottam, mint amit vártam. A most kapott díjnak nagyon örül, ez még jobb munkára ösztönzi, és 16 év után sem bánta meg, hogy tűzoltó lett. Az elmúlt időszakban nagyon szép országos elismerést kapott a Szent Pál Marista Általános Iskola. Hogy mi is ez pontosan, arról Dánielné Kacsó Andrea igazgatót kérdeztük. 300 iskola vesz részt egy a tanulók lemorzsolódásával veszélyeztetett intézmények számára kiírt intézményfejlesztési pályázatban. Az elmúlt években az oktatási hivatal nyomon követte a hátrányos helyzetű gyerekeket oktató-nevelő intézményeknek fejlődését, és ez alapján a Marista iskola kiválósági díjat kapott az elvégzett munkáért. Az EFO 3.1.5-ös a tanulók lemorzsolódásával veszélyeztetett intézmények támogatása projektjén belül 300 iskola vett részt az országban egy teljes szervezetfejlesztésben, intézményfejlesztési pályázatban. Az oktatási hivatal nyomon követte ezeknek a többségében hátrányos helyzetű gyerekeket oktató-nevelő intézményeknek a fejlődését a 2017-es év óta, és intézményünk kiválósági díjat kapott az elvégzett munkáért. Példaértékűnek tartották a gyermekvédelmi, a pályaorientációs tevékenységüket, a prevenciós programjukat, illetve a jó partner kapcsolati gyakorlataikat a szakemberek. Kiemelkedőnek tekintette és elismerte példaértékűnek a gyermekvédelmi tevékenységünket, a pályaorientáció tevékenységünket, a prevenciós programunkat, ami elég egyedülálló, hogy az első 3 hónapban a hozzánk érkező elsős prevenciós programban részesülnek, illetve a partner kapcsolati jó gyakorlatainkat. Ezúton is szeretném megköszönni azoknak az intézményeknek és velünk társ szervezeteknek, partnereinknek az együttműködő támogató segítséget, hogy olyan munkát végezhessünk, amelyek valóban gyermekeink érdekét szolgálják.
ebbe beletartoznak a marista testvérek és a fenntartók is, hisz ők is teljes támogatással, segítségnyújtással és akár anyagi ráfordítással is biztosítják azt, hogy gyermekeink valóban méltányos, esélyegyenlőséget biztosító oktatásban, nevelésben részesüljenek. Az igazgatónő köszöni az őket támogató intézmények, társszervezetek, partnerek segítségét, mert így olyan munkát végezhettek, ami valóban gyermekeik érdekét szolgálta és biztosította, hogy esélyegyenlőségi oktatásban részesüljenek. Most számunkra valóban ez a legmotiválóbb, és leginkább azt gondolom, hogy mindannyiunké. Ez a jó benne, hogy mindannyiunké. Nagyon innovatív, nagyon együttműködő a mi nevelőtestületünk, nagyon jól működünk együtt, és nagyon szépen segítjük egymást, amit szerintem jól mutat ez az elismerés. Az iskolában a díjnak nagyon örültek, bár több díjat kaptak már, mégis ez a legmotiválóbb. Jelzi, hogy a nevelőtestület nagyon jól együttműködik, segíti egymást, és erre törekszenek a jövőben is. Szepesi Tibor polgármester a Karcag Televízióban a Polgármester válaszol című műsor vendégeként a lakosság által feltett kérdésekre válaszolt. Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere, akivel folytatódik a Polgármester válaszol című interaktív műsorunk. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és természetesen üdvözlöm a televízió nézőket. A nézők közül nagyon sokakat érdekelt a kérdés, hogy mikorra várható az Akácliget gyógy- és strandfürdő megnyitása, illetőleg a belépéshez szükséges lesz a védettségigazolvány felmutatása. Részleges lesz a fürdő teljes nyitása, hiszen kb. Egy hét múlva érünk arra a fokra, ugye itt különböző jogszabályoknak kell megfelelni, vízmintát kell produkálni, azt meg kell várni az eredményét. Tehát várhatóan egy hét múlva, tehát 15-én nyílik az uszodatér és a hozzá kapcsolódó medencék, és a legvégén majd várhatóan pünkösd hétvégéjére természetesen a gyermekmedencét is mindenképpen szeretnénk megnyitni. Tehát egy heti eltolással az összes látogatható medence meg fog nyílni a fürdőben. Védettségigazolvány tekintetében? Természetesen a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnünk, ami ugye azt jelenti, hogy a védettségigazolványal rendelkezők látogathatják a fürdő teljes komplexumát. Ez független attól, hogy éppen melyik medence fog megnyitni. Ezt ellenőrizni fogják a fürdőben dolgozó kollégák, tehát a védettségigazolvány és a hozzá kapcsolódó személyi igazolvánnyal együtt lehet majd belépni a komplexumba. Ami fontos, abban döntött önkormányzatunk, hogy a 2020-ban megvásárolt bérletek ebben az évben teljes egészében felhasználhatóak, tehát aki tavalyi évben rendelkezett bérlettel, az ebben az évben azzal a bérlettel egész évben látogathatja a fürdőt. A gyógyászati részleg megnyitásáról mit tudunk mondani? Ugye a gyógyászati részleget azt már januárban megnyitottuk, természetesen a jogszabályi megfeleléseknek eleget téve azok a részek működtek, amelyek ezt lehetővé tették. Ugye teljes egészében meg fog nyitni, ugye receptre, felírással lehet ezeket elsősorban igénybe venni. Egyetlen egy része az, ami a mostani jogszabályok miatt különlegesen fontos, ez ugye a gyógymedencés ellátások. Ezt az ellátást védettségigazolvánnyal lehet igénybe venni, a többi természetesen pedig úgy, ahogy az előző hetekben is lehetett használni, tehát orvosi előírásra természetesen fogadunk vendégeket, ahogy eddig is. Kedves nézőink, a továbbiakban is várjuk kérdéseiket a Karcag TV kérdések @gmail.com e-mail címre. A gyanúsított még a bűncselekmény helyszínén sem tudott lemondani arról, hogy ne látogasson el egy közösségi oldalra. A KFT egyik számítógépén lépett be a virtuális térbe, és ez lett a veszte. Bejelentés érkezett a rendőrség tevékenység irányítási központjába, mert egy cibakházi KFT udvaráról május 4-én 6 óra és május 5-én 6 óra között bement egy ismeretlen személy. Egy cibakházi KFT udvarára ismeretlen személy bement, aki a pincelejáró ajtaját kiszakította, a főépület ablakát egy fakadállal betörte,
az ablakon keresztül bement az ingatlanba, ahonnan szeszes italokat és egy sárga párnahúzatot vitt magával. A bejelentést követően a rendőrök helyszíni szemlét tartottak, ami során azt tapasztalták, hogy az egyik számítógép bekapcsolva van. A nyomozók ellenőrizték a böngészési előzményeket, ami során megállapították, hogy a bűncselekmény elkövetésének időpontjában egy cibakházi lakos használta a közösségi oldalát, és ez a férfi semmilyen módon nem volt kapcsolatba hozható a KFT tevékenységével. A rendőrök elszámoltatták a 22 éves cibakházi felhasználót, akit bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt elfogtak és előállítottak a tiszaföldvári rendőrösre. A férfi kihallgatása során beismerő vallomást tett, elmondta, hogy a szeszes italt megitta, a párnahúzatot pedig elégette. A kunszentmártoni rendőrkapitányság lopás büntett elkövetése miatt folytat eljárást. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!